Brian Tracy azt kérdezi egyik könyvében, hogy mi a győzelem? És próbáljuk ma megkeresni erre a választ közösen. Itt az Adrián vagyunk egyébként, mögöttünk van Ráb sziget, pontosabban Pág először, utána jön Ráb, és itt van egy állítólag nagyon gyönyörű kis homokos parton, meg fogunk állni fürödni. Úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, ami segít vállalkozásod fejlesztésében, és segít abban, hogy akár egy új vállalkozást elkezdjél. Nézzük meg, hogyan definiálja a győzelmet Brian Tracy. Az életben akkor győzünk, ha a legfontosabb dolgainkat időben elkezdjük, befejezzük, ideális esetben mindenki más előtt, ha mi magunk szakítjuk át elsőként a célszalagot. És ebben nagyon sok érdekes szó van, én szeretem megnézni a részleteket, úgyhogy nézzük meg a legfontosabb dolgainkat. Tehát nem azt jelenti, hogy mindenféle hülyeséggel foglalkozunk, nem azt jelenti, hogy mindenféle dologgal foglalkozunk, hanem a legfontosabb dolgainkkal. Így például lehet, hogy neked látszatra úgy tűnik, hogy mi csak egész nap itt heverészünk és vitorlázunk, és ez egy pár órában így is van egyébként naponta, de például tegnap este, amikor visszajöttünk Zadárból a hajóra, akkor este például egy oktató videót vettem föl, napközben pedig a vázlatait állítottam össze, úgyhogy nem azt jelenti, hogy heverészünk egész nap, hanem igenis mi is a versenyben vagyunk, és mi is a győzelem felé haladunk. Úgyhogy a legfontosabb dolgainkat időben elkezdjük és befejezzük. Erről már beszéltünk. Tehát időben elkezdeni azt jelenti, hogy nem tologatjuk magunk előtt, hanem mi hamarabb elkezdjük. Ugye bármilyen nehéz dologról van szó, az elkezdése az legjobb pillanata most van általában. Ha csak nem valami szezonális dolog, hogy mondjuk ültetni szeretnél valamit, arra lehet, hogy ez időszak mondjuk nem jó. És a következő az, hogy időben befejezzük. Hát ez a másik nagy probléma, hogy nálam is előfordul természetesen, elkezdek valamit, de nem fejezem be. Mindenesetre erre a fókuszálással egyre jobban odafigyelek én is. Ideális esetben mindenki más előtt. Na most ez a része a mondatnak nagyon-nagyon érdekes azért, mert én azt gondolom, hogy változik a világ. Tehát volt a válság, pontosabban a válság előtt, az a bizonyos időszak, amikor volt a rendszerváltás, utána egy olyan kellemes, mint egy ilyen tavaszi idő, egy növekedés volt. A legtöbb vállalkozó elkezdte, akkor tudott növekedni, jó volt a piac. Aztán 2000 és 2008 között már azt gondolom, hogy kicsit nehezebb volt, egyre többen odafigyeltek a marketingre, egyre többen jártak az internet szemináriumra, szóval az internet szemináriumokra, és egyre érdekesebb és egyre talán hevesebb lett a piac, lettek közte győztesek, tehát kialakultak már piacvezetők egyes területeken, én ahol Óbudán laktam a Kunigunda útján, ott például volt, hát egy ipartelep, lehetett látni a nagy cégek, melyik nőtték ki magukat. Aztán jött a válság, akkor lehetett látni, az ember arra bringázott, vagy sétált, akkor láthatta, hogy a többségük tönkre ment, mert valahogy a válságot nem tudták túlélni, tehát győztesek voltak, de utána belerokkantak, és aztán jött a válság időszak, ami egy kicsit ilyen letargia volt, legalábbis sokak számára a piac gyenge volt egyebek, most pedig van egy kettősség, amit én érzékelek, bizonyos területeken iszonyú erős a fellendülés, de bizonyos területek panganak, vagy ugyanúgy haldokolnak, mint a válságban. De mert a legfontosabb neked, mint vállalkozónak, vagy aki vállalkozást akar kezdeni, hogy, amit Brian Tracy mond, hogy a számodra fontos dolgot időben elkezdeni és időben befejezni, ez azért fontos, mert úgy érzem, újra egy verseny alakult ki. Nagyon sok területen kialakultak azok a piacok, ahol kevés szereplő lesz, sőt egyre kevesebb szereplő lesz, mert a megbízásokat megszerezni egyre nehezebb, ezért profibnak kell lenni, csak a profik tudják ezt ebből a lépést tartani. Van lesznek, maradnak kicsik, amik küszködnek, de igazából csak a túlélésért. Aztán vannak olyanok, amelyek mondjuk nagyon sokat költenek a marketingre, és ugye nem is olcsó cégek, például nem a legolcsóbbak. Ezek úgy fognak tudni túlélni, hogy pontosan a magasabb bevétel miatt, a magasabb ár miatt jól tudják a versenyben érvényesíteni a marketing tudásokat, eszközöket. Ezáltal ki tudják szorítani a többit. Tehát én nekem az érzésem van most, hogy egyetem lehet lazsálni. Tehát ezért mondtam, hogy én sem lazsálok, nem azt jelenti, hogy egész nap csak pihizés van. És ha Brian Tracynek ezt a
ezt a mondatát a győzelemről, hogy mindenki más előtt befejezni, magyarul mindenki más előtt elkezdeni új eszközöket használni, pozícionálni magad. A tegnapi videóanyag például az ellenállhatatlan ajánlatról szól, tehát olyan ajánlatot tenni, amellyel gyakorlatilag az ügyfeledet azonnal meg tudod fogni és vásárlásra tudod ösztönözni. Ezek olyan eszközök, amelyek nélkül ma nem lehet csak úgy menni a világba. Tehát ahogy egy ilyen vitorlás olyanok lehet, hogy 100 éve nem sokat változott a fő paraméterei, jó, egy picit más lett a formája, egy pici változás volt, de gyakorlatilag nem nagyon volt változás. Viszont az élet olyan gyorsan változik, hogy nekünk alkalmazkodni kell, és ezért akkor tudsz majd alkalmazkodni, ha a piacvezető vagy egy nagyon erős, nem is piacvezető, de mondjuk egy nagyon erős piaci pozícióba kerülsz. Van érdekes például, most megfigyeled a világot, nem tudni, hogy mi az igaz, ezt én sem tudom, hozzáteszem, hogy mi a fake news belőle, és mi a riogatás, és mi a valóság. De például olyan hírek vannak, hogy Olaszország lehet, hogy csődbe megy, ezáltal az eurónak is problémái lehetnek. Kérdés az, hogy mi lesz mondjuk Magyarországgal, vagy magyar gazdasággal, nincs euró. Aztán a másik nagyon érdekes hír, pont most hallottam az egyik youtubertől, aki hitelesnek tartok, tehát valószínűleg igaz, hogy a Porsche leállította például teljesen a gyártószalagjait, tehát nem adnak el autót, mert nem felelnek meg a most szeptember vagy október, tehát magyarul év vége felé érvénybe lépő újfajta tesztelési eljárás, mert gyakorlatilag mind, az összes autója megbukik, és egyébként a Porsche, ami egy modern, klassz sportkocsinak gondolsz, egy elavult 20-30 éves motorok, úgy is szokták mondani, hogy a Vogár motor egy hengersorral kibővíte, hogy 6 hengeres legyen, és vízhűtés, ugye 300 lóerőt elbírja, de egyébként elavult technológiák évtizedek óta nem nagyon fejlesztettek, és ezért le kell állniuk. A Mercedes autóinak jelentős része, tehát a motorpaletta és a modellpalettát figyelmevéve, jelentős része nem felel meg például egyáltalán ennek az új világon egységes tesztelési és környezetvédelmi szabályoknak. Tehát egyszer le kell állítani komplett motor szériákat, amiket nem lehet tovább eladni. A dízelekről nem is beszélve. Akkor megjelentek drasztikusan megjelent már egy-két városban, jó, mondjuk csak egy-két utcában, tehát viccelődnek még rajta, de mondjuk kitiltanak egyes régebbi dízeleket. De ennek az a pszichológiai hatása, hogy fogják magukat, és az emberek nem vásárolnak már használt dízelt. Sőt, újat sem nagyon. Tehát Németországban például drasztikusan visszaesik mindenkinek a megrendelése, és persze még nagyon jól megy Kína, azt hiszem jövő év elejéig vagy végéig, amikortól az előírás érvénybe lép egy autógyárnak 10%-ban elektromos autót kell adni, most a VW ebbe bele fog bukni, vagy vissza kell fogni drasztikusan a termelését, Mercedesről nem is beszélve. Szóval nagyon-nagyon érdekes, hogy a győztesekből hogyan lehetnek vesztesek, és azért azt hozzá kell tenni, és ezért érdekes a Brian Tracy-nek a mondata, és minden része a mondatának, hogy időben elkezdeni a feladatodat, azt hozzá kell tenni, hogy ez nem egy villámcsapás, nem egy katasztrófa csapás a német autógyártókra, hanem a saját baromságuknak az eredménye, tehát szó szerint már káromkodva szidják a vezetőket és a fejlesztőket, hogy amit tudnak már fél évtizede, az ellen tenni kellett volna valamit, nem akkor beüt a krach. És hogy mennyire buták például, az mutatja az, hogy gyakorlatilag le kellett állítani bizonyos motorokat, gyártásokat, és nem veszik észre, hogy egyszerűen bezárulnak előtte a kapuk. Ugye Németország az, és eleve a szabályzás miatt Európában drasztikusan csökken az eladás, drasztikusan csökken, és a nyereségük eleve van 300 euró körül, mondjuk a VW-nek egy autón, akkor drasztikusan csökkennek az eladások. Hamarosan Kínában, Amerikában már jelentős presztízsveszteség volt, és lehet, hogy ott is vissza fognak esni. Tehát nem tudnak hova menekülni, még viccelődnek azon, hogy talán az orosz piac, talán ha keletre húzódik a Porsche, akkor meg Dubái irányába, de hát abból nem fog tudni valószínűleg megélni. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy tényleg időben el kell kezdened mondjuk a motorfejlesztést, és fölkészülni és időre befejezni, magyarul elkészülni avval, hogy fölkészült legyél az új változó világra. Mert legtöbbször azért nem teljesen váratlanul jönnek, csak abban hisznek az emberek, abban hisznek a menedzserek, hogy na talán még kihúzzuk, talán amíg én nyugdíjba megyek, addig nem, aztán meg már utánam az özönvíz. És ez a verseny ez egyre inkább arról szól, hogy győztesek és vesztesek lesznek. Nem csak versenytársak, hanem tényleg győztesek és vesztesek.
Tehát polarizálódik az egész, kevés győztes lesz. Úgyhogy neked nincs időd arra, hogy átsorogjál, nincs idő arra, hogy várakozz, kezd el a számodra fontos dolgot, és azonnal fejezd be, ami nem fontos számodra. Pontosan ne fejezd be, hagyd abba. Ugye a befejezés azt jelenti, hogy végig megcsinálod, inkább szakítsd meg az, ami számodra nem fontos, ne befejezd. Viszont ami fontos számodra, azt mindenképpen fejezd be. Úgyhogy én is ezen dolgozom, ezt kívánom neked, és mindezt, mivel jó rész számítógépes munka van, illetve ügyfelekkel kommunikálok e-mailen, ingatlanokról, egyebekről, nincsen most megmutatás, majd ez a jövő héten lesz valószínűleg, akkor tulajdonképpen itt lehetek a hajón, és akár egy balatoni nyaralóban, vagy bárhol intézhetném a dolgaimat. De ettől még nem álltam meg a futásban. Ezt ne felejtsd el, nem szabad megállnod. Ugye, ahogy Konfüciusz mondta, majd meg fogod látni egy videóban. Azt kívánom neked, hogy felismerd ezt a versenyt, azt kívánom neked, hogy ez ne nyomasszon, hanem inspiráljon, azt kívánom neked, hogy élvezd az utazást, ahogy mi is tesszük, ne csak arra várj, hogy na végre túljutva, mintha egy nagy viharba haladnánk, szerencsére nincs vihar, de nagy viharba haladnánk, csak éljük már túl, és jussunk be a kikötőbe. Ez a cél. És ehhez én is pár perc ezelőtt most írtam le ismét, hangosan kimondva, kézzel leírva a három legfontosabb dolgot, amelyet célomként, ma akár mondhatni, hogy életcélomként tekintek, és azt a 10 dolgot, amiért hálás vagyok. És az utolsót nagybetűvel írtam, hálás vagyok az életért. Remélem te is, hogy hálás vagy az életért. Azt kell neked, hogy minden percben hálás legyél érte. Sok sikert kívánok neked, találkozunk holnap. Ciao.